A koronavírus miatt hozott korlátozó intézkedéseket betartva, idén online módon folytak a városi ünnepi programok. Ennek egyik eleme volt a már előre meghirdetett locsolóversíró, illetve képeslap készítő verseny. A húsvét hétfői népszokás, a locsolkodás egyik legfontosabb eleme a vers, mellyel a fiúk engedélyt kérnek a lányoktól az ünnepi locsolásra. A művelődési központ versíró versenyére összesen 13-an jelentkeztek. Sok frappáns, vicces és kreatív rímpár született, így nehéz dolga volt a zsűrinek. Végül 3 nyertest választottak, akik értékes könyvnyereményben részesültek. A felhívásunkra beérkezett videófelvételeket 3 tagú zsűri bírálta el. Farkasné Bekes Rita, a Kalocsai Szent István Gimnázium intézményvezető helyettese, magyar történelem szakos tanár, Romsics Imre, a Kalocsai Viski Károly Múzeum igazgatója, valamint Cserenkó Gábor, író és könyvtáros. Kiírásunk szerint az első 3 helyezettet díjaztuk. Nyerteseink könyvutalványban részesülnek. A zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek. Első helyezett lett Prohászka Ádám, második helyezett Répási Balázs, harmadik helyezett Deák István Benet. Itt is köszönjük minden pályázónak a részvételét, és gratulálunk a díjazottaknak. Idén is, mint minden évben, most is korán keltem, de indulás előtt még fertőtlenítettem. A lányok is már maszkban várnak, ezért senki sem hibás, de töltse meg a kosaramat a sok jó piros tojás. Ez évben a locsolásért sajnos nem jár puszi. Vigye már el a koronát a húsvéti nyuszi. Hozzon inkább egészséget, és áldja meg a ház fiáns lányát, de ne felejtse otthon a több ezer vakcináját. Astra, Sputnik vagy Pfizer? Én egyikből sem kérek. Most csak egy kis húsvéti békét remélek. Legyünk ismét szabadok, és szerethessük egymást, így együtt ünnepelhessük meg most a feltámadást. Szabad elocsolni!